Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakálmetál autóalkatrész. A Mercedes G-osztály a világ egyik legjobb terepjárója, azt hiszem ezt kimondhatjuk, viszont én pár éve részt vettem egy gyárlátogatáson Grazban, ahol ezek az autók készülnek, és ott a gyár szakember osztotta meg velem azt a szomorú adatot, hogy a vásárló 95%-a sosem viszi terepre a G-merciét. Na, most szerencsére elmondhatjuk, hogy találtunk egy példányt abból az 5%-ból. G-osztálynál alapvetően, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, tényleg túlságosan is, akkor 460-asról és 463-as szériáról beszélhetünk. A régi a 460-as, az újabb a 463-as. Ugye a 460-as készült 1979-től. Rohadt érdekes sztoria van, de ezt majd inkább egy külön videóba dolgozzuk fel, mert ez az autó annyira messze van már egy sima G-osztálytól, nem nagyon van értelme a történelmén rágódni. A lényeg az, hogy ez itt egy 460-as, amire lemezmunkával megcsinálták a 463-as elejét. De erre azért volt szükség, és talán ez a legradikálisabb változás, hogy levágtak az autó elejéből 40 centit, meg a hátuljából 40 centit. Így most nagyjából azt mondanám, hogy mínuszban van a terepszöge. És tényleg, kijebb lóg a gumi, mint az autó eleje. Ez már azért egy elég radikálisnak mondható átépítés, tényleg órákat lehetne beszélni az autó minden egyes alkatrészéről. Talán kezdjük itt az első hídnál, hogy követhető maradjon a dolog. Lényegében annyi történt, hogy a szabvány G-osztályban fordítva vannak a csonkálványok, tehát ahova bekötik a kormányösszekötőnek a gömbfejét, azok előre felállnak ki. Viszont az ott nem nagyon védett, hiszen ha az autó alját nekicsapják egy sziklának, akkor az sérülékeny. Ezért a jobb és baloldali csonkálványokat felcserélték, hogy hátul legyenek a kormányösszekötők. De nincs hagyományos kormányösszekötő, ugyanis ebből az autóból a szabvány G-osztály kormányművet egyszerűen kivették, ez egy ilyen globális csigás rendszer volt, és az autó építőjének targoncás cége van, ezért beépítettek egy targonca kormányművet. Van egy úgynevezett Orbit, itt fönt, amit tekergetünk, hogyha le van állítva az autó, akkor a végtelenbe lehet tekerni a kormányt, és itt lent pedig van egy munkahenger, amin ez az Orbit vezérel, és tudjuk a kerekeket mozgatni. Na most, ez azt eredményezi, hogy nulla visszajelzés van a kormányon menet közben, viszont ez egy sokkal határozottabb és sokkal kényelmesebb vezetést tesz lehetővé, amikor triálozunk vele, meg hát olyan sincs, hogy az autó belehuppan valamibe, és kikapja a kezünkből a kormány. A Mercedes, amikor 79-ben megcsinálta az ősgét, arra volt nagyon büszke, hogy annak ellenére, hogy csináltak egy alvázas, elől-hátul merevtengelyes terepjárót, azért valamennyi megmaradt az utcai autós kezelhetőségből. Na, hát itt ezt igazából nyomokban sem érdemes keresni. Az embernek mindig beszólnak, hogy miért targoncázik a kormánnyal. Hát itt nagyon másra nincs lehetőségünk, ugyanis ez tényleg egy targonca kormány. És az a legdurvább, hogy semmifajta mechanikai összekötetés nincs, ahogy arról már beszéltünk. És az ember tekeri a semmit. Tényleg, mint amikor a PlayStation-be kikapcsolod a force feedbacket, csak még annál is rosszabb. Mert tekergetem a kormányt, az autó irányt vált, de azt konkrétan nem tudom, hogy most éppen merre állnak a kerekek, úgyhogy ezt abból tudom tippelni, hogy merre megyünk. Ami ugye a homokban egy nagyon érdekes kérdés, mert ha megvezet a nyomvájú, akkor élből nem arra megyünk. Fejben kicsit át kell állni a kezelésére, mert amikor azt mondjuk, hogy egy kormányon rossz a visszajelzés, azért valamennyi visszajelzés egy rossz kormányon is van, tehát nem tudsz olyan autót vezetni, aminél nem érzed azt, hogy éppen merre tartasz. Egy 1000 éves szétlógott futóműves F-használnak is tudod, hogy mi a helyzet a kormányával, de ennek nem. Ettől eltekintve viszont annyira, de annyira szépen átjön rajta a tökéletes célszerszámság. Tehát ez az autó, ez tényleg csak arra van kitalálva, hogy bárhol, bárhogyan elmenjen, és hát mivel azt mondtuk, hogy ez most lett kész, és a gazdája nekünk adta oda először, még ki sem próbálta rendesen, nyilván nem kezdjük el gyötörni, de ahogy békésen itt eltöttögünk, én megadom neki, hogy nem nagyon van akadály. Most felező összkerék, és rátettük a hátsó diffit, úgyhogy egy picit meglépjük. A váltóból kihúztak egy kihajtótengelyt, komolyan, és az hajtja a csörlőt. Tehát amikor az ember bekapcsolja ezt a hajtást a csörlőre, és behúzza a váltót D-be, akkor azzal a tempóval csévéli fel a kötelet, ahogy mozog az autó. Így
tulajdonképpen korlátlan erőforrások állnak rendelkezésre, amikor csörlőzésről van szó, de hogyha véletlen hátrafele kéne csörlőzni, mert netán húzunk valakit, vagy hátrafele kéne kihúzni az autót, akkor hátrafele is van egy elektromos csörlő. Ez az autó amúgy Magyar Tomén keresztül jutott el hozzánk. Ő csinált bele egy 5G-s váltót, ez a Mercedesnek a 722.6-os váltója, amit ugye a 90-es évek közepétől használtak a 2010-es évek közepéig. Ez egy hagyományos 5-sebességes automataváltó, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat bír. Tényleg még a nagy 12 hengeres turbomotort is ráakasztották az utolsó időszakban. De itt most az az igazán fontos, hogy kapott egy úgynevezett off-gear-t. Az off-gear az egy önálló váltóvezérlő elektronika, amit plug and play csatlakoztatsz erre a váltóra, és van rajta ugyan egy alapszoftver, de utána tetszőlegesen programozhatod. Most ez azért jó, mert ha mondjuk építesz egy driftautót, egy ilyen versenyautót, akármit, akkor nagyjából ilyen dupla kuplungos váltóhoz hasonló váltási sebességet tudsz elérni. Ebben az autóban azért volt nagyon fontos, hogy automata váltó legyen, hogy a tulajdonos kislányai tudják használni. A 8 és 15 éves kislányának építette, ezért van egy csillámpóni a hátfalra felfestve, és ezért volt szükség az automata váltóra. De azért itt lényegesen több kar van, mint indokolt lenne. A 460-as G-osztálynál még nem állandó összkerékhajtás van, mint az újabbaknál, hanem alapból csak hátrahajt, egy sima fogaskerék kapcsolattal lehet rákapcsolni az első kerékhajtást, valamint itt tesszük a felezőt is. Na most ez szép és jó, de miért van két kézifékünk? Hát azért, mert az autón hátul van két extra féknyereg, hogy meg tudjuk fékezni külön a jobb és a bal oldali kereket, ezzel így tudjuk kvázi torque vectoringgal fordítani, mint egy harckocsit. De ha benéztek oda a láttérbe, ott is van egy pár extra pedál, hát ez azért van, mert elől is van egy-egy extra féknyereg, és az első fékeket is meg lehet fékezni külön. Az eredeti futóműből nyilván megmaradt a tengely, megmaradtak a támasztókarok, amik közelakaszni feléhez vannak bekötve, hogy minél nagyobb belógása legyen, hogy mindig leérjen a kerék, mindig legyen hajtás. Valamint kicserélték a tekersugókat értelemszerűen, és bekerült egy Trialmaster gátlószett, hogy valóban meglegyenek azok a nagy kilógások. Itt most jól látszik, amiről előbb beszéltünk, a pneumatikus difizár, valamint a 12 tonnás elektromos csörlő hátrafele. És hát az autónak hátulja itt sem nagyon sok van, hogy ideális legyen a terepszög. Van két remek terepezésre szánt autónk, és itt vagyunk egy homokbányában, úgyhogy csinálunk egy homokdragot. De nem ám síkon, hanem oda kell fölmenni Rolandig a dűne tetejére. Jobb sarokban Oliver a Ranger Raptorral, balban pedig Magyar Tomi az épített G-osztállyal. De kár is tovább dumálni. Mehetünk? 3, 2, 1, rögy! Ez a triálozós móka nem feltétlen indokolná a nagy teljesítményt, de azért ez az autó erős is. Mert hát ez itt egy 2.9-es sorot, ugye még a 10 szelepes, ez például a 2.10-es E-osztályból, az első kereklámpásból lehet ismerős, ott ilyen durván 140 lóerőt tudott. Hát itt nem. A gazdája azt mondta, hogy mondja 250-et, mert azzal biztos nem mondok sokat, de 250 lóerőnél valószínűleg erősebb. Van rajta egy kréziféle adagoló, van rajta egy másik turbó, és hát, ha tippelnem kéne, a motor belső maga az bontatlan, tehát az okosság az itt az üzemanyag és levegő oldalon van. De a lényeg, hogy ezzel már bármilyen szituációban fel tudja annyira pörgetni a kerekeket, hogy kidobja a sarat. Ez azért jó, mert így mindig tud kapaszkodni, nem áll fent ez a nagyon kellemetlen helyzet, hogy feltelik az a rengeteg bütyök sárral, és csak ott esztergál egy helybe. Gáz, kirepül a retek, és újra van hajtás. Magyar Tomi elmondta, hogy az off-gear az nem feltétlen erre a felhasználásra jó. Itt most szükség volt rá a kislányok miatt, de összességében nem erre való. Erről a váltó vezérlőről fogunk forgatni egy külön anyagot, mert sokatokat érdekel, és tényleg érdekes, ahogy működik. De tény, hogy nem ebben a G-merciben van a leginkább otthon. És nem is baj, hogy most csak így automatán váltogat, mert amikor az ember terepezik, úgyis van egy rahedli dolga, jó, hogy nem kell még a váltóval is foglalkozni. Az a baj ezzel az autóval, hogy ez már egy annyira speciális célszerszám, annyira tudni kéne kezelni, hogy az ember egész egyszerűen, hogyha nincs benne nyakig az offroadba,
akkor nem tudja rendesen kipróbálni, hiszen tényleg itt már annyi funkció van, tényleg a független kerékfékektől elkezdve, a csörlőn át, a minden, hogy ehhez már érteni kell, ehhez legalább annyira el kell merülni az offroadban, mint hogyha egy pályaversenyautót akarnánk kipróbálni autóversenyzőként. Máshogy egyszerűen nincs értelme. Tök jó gép, műszakilag rendkívül érdekes, baromi sok van benne, tényleg, de nekem ez most így, itt a kis buckákon járva kelve ennyit mutat. És most inkább csendben visszaadom Magyar Tominak, mert azt mondta, hogy a váltóval még majd azért foglalkozni kell, nem szeretném, hogy haladta még le az 5G. De, mint szórakozás, igazából egyre többre tartom az offroadot, főleg, hogy legalább olyan, ha nem elborultabb célgépeket lehet építeni, mint pályaversenyzésre.